Szoktál rám gondolni? Mintha 150 ló lenne? Mintha 150 ló lenne. Nekem volt már valakim. Az se baj. És a vajsz, szeretted? Igen. Magát nehéz emelni? Nem, elég könnyű vagyok. Mutassa. Nagyot nőttél tavaly óta. Igen, mondják. Főleg széltében. Szervusz, Mike. Hol voltatok? Mit csináltatok? Egész éjjel kerestünk benneteket. Hol voltatok? Na, boldog vagy? Nagyon. A Egon. Mit szidongat? Megjött valami túlságos út? Mert őt várom. Nem. Nem jött meg. Hát a méltósága. Maga így sikongat nekem, aztán meghallja. És kijön, pedig nincs kedvem vele purparlézni. Attól ne féljen. Ilyenkor détájban mindig lefekszik aludni. Migrénye van. Ez meg micsoda? Bevonulási segély. 400 forint. Itt írd bele. Hát veled ma érdemes volt kezet fogni. Egyáltalán nálad minden olyan primitív, hihetetlenül primitív, és ráadásul még terrorizálod is az embert. Az ember szeretne legalább megfürödni, nem csak úgy belebújni a ruhákba, hiszen ez untorító. Hogyne még fürödni is. Pardon, barisnya. Я вижу, что вы мои друзья. Спасибо вам, отец. Ah, persze, persze. Hát ezért voltunk a rendőrségén. Mit kérdezte? Hogy mit csináltunk a krimi előtt. Ezeket még az is érdekli, mi történik az állam. Honnan ismert téged az a rendőrtiszt? Meg az az öreg Jampec. Beszállsz egy kicsit. És mondd, te meg tudsz tanulni egy verset kívülről? Eddig annyira meggondoltunk minden fillért. Fenyő hát luxus hely. Oda csak jobb emberek járnak. És nem fél így egyedül, kedves? Nem, dehogy. Üdülni megyek a hegyek közé. Tudja mit? Szökjünk meg innen. Alapszabály? Magyarokkal soha. Helyes, és miért? Mert sóherek. Szép kis alak a maguk barátja. Mivel szórakoztatta magát? Egész este valami Dante nevű németről beszélt, meg valami Lice nevű kolléganőmről, aki ilyesmit nem illik egy rendes lánynak mondani. Mind nevet nagy ügy. Azon, hogy a professzor úr incselkedik velem. Régen kollokvált nálam utoljára. Férhez ment azóta? Még nem. Megeszed az egész csokrot? És aztán nem te tőled kaptam ezt se. Tőled még egy csokor virágot se kap az ember. Nem én kellettem akkor magának, hanem a friss áldozat. A szegény budapesti sült galamb. Ki kellene találni valamit? Nem kell kitalálni semmit. Ne fárasszátok magatokat. Nehéz a vállás, úgy bízza. Hajnalig is kevés maguknak? Én nem szeretem a rögbit. Én megígért. Csak a rögbit? Bujék. Boldog új évet. Ja. Ja, de az a helyzet, hogy mi még nem vagyunk férj és feleség. Hát akkor induljon az a tekercs, amit mondtunk. Ah, I am just a fool to care for you. It's luck, oh, and when I will tell you, and all I will kiss you, and your tongue is in my nice mouth. Sì, cos'è che è arrivato? Sì. It's a very nice panorama. Yes, it is. Yes. And, szép. Nice. Teljes 48 óránk lesz. Várd ki. Épp eleket kockáztatok ezért a 48 óráért.
Annak a házasságnak már vége. S apád is új életet kezdett. Na, ne nézzen rám ilyen nőfalú tekintettel. Amikor Kata kirúgta a maga barátját, első dühében mindent be akart vallani, de Guszti nem engedte szóhoz jutni. Nem vagyok nagyságos asszony, lány vagyok. Mondtam. Te is megéred a pénzed. Elfogyott a gin. Töltsd ki, vidd fel. Hova ment? Itt van. Rémes, mindig elfelejtesz valamit. Nem lesz ennek jó vége. Újság? Semmi. Hogy tetszik neked a barátom? Tetszik, csak olyan hülyén áll a haja. Levágassam. Jézusom. Maci, normális vagy? Meg vagy te bolondulva itt a tévé, meg minden? Megállok. Csak akkor érdemes élni, ha van mibe belehalni. Rávész? Nem rád. Rá. A férjem most már vég. Ja, hát honnan ismerném? Ha nem volt a férjem. Hát de most a férjem a familiában. Na, Károlyom. Te tudtad, hogy Jamaikában divat a nyeles ágymelegítő? Parancsol, szágítszám. Meg vagy te őrülve? Tudod, meddig vagyok veled? Eddig, nem, eddig. De és mi ez az éget szag? A beigli. Józsefön súlyosan el van hízva. Így 5 percet sem bírna futni. Ez nem igaz. Én nagyon is jól bírom a strapát. 8-ast. 8-ast a férfiaknak. Úgy. Nem innen mozgunk, hanem muff, innen. Ne kérdezz tőlem semmit! Úgy is hiába mondom, egy szót se hallasz belőle. Az a jó, hála Istennek! Ne nézz rám, mert elfelejtek. Ugye, egy ilyen csinos férfi meglát. Már hátulról. Azt hisz, hogy fiatal vagyok, és esetleg valami történik. Legyének te cilinkot, ne buloknak forralót, kicsacsonynak kutyogon, ágytanoknak ciganon, cégánoknak vacsolod, mindenkinek minden maga kerével. Éj, sajnál! Mekkora egy darab. Ahogy a nagy drámista versike mondja, nincs másom, ez a lényegem. Nem adhatok más, csak mi lényegem. Hát én is ezt mondtam, csak más fordításban. Ne tesül le a képéről, amely oda tenni azt a lottyak testét. Ez a locsa? Hát ez még most is van olyan feszes, mint a tiéd. Az egy kicsit magas uzsora? Nem uzsorás vagyok én, hanem üzlettárs. Ha te hasznot akarsz a pénzemen, én hasznot akarok a pénzemért. Na, írd már alá. Ne gondolkodj.